Jó, üdvözlök mindenkit a Kódfejvadász 17. epizódjában. Ma egy 15 killes kihívást fogunk csinálni Codemobile BR módban, amihez ezt az RPD fegyvert fogom használni, és nézzük csak, hogy meg tudjuk-e csinálni ezt a challenge-et. Let's go! Na, az lesz a terv, hogy droppolunk, felszedünk egy fegyvert, aztán ezzel a minigunos kocsival fogunk körbe-körbe vezetgelni, embereket keresni, és őket kényérni. Anélkül sajnos nem lesz meg a 15 kill. Gyerünk! Kis raktárba. Oké, nincs fegyver. Szuper, jó, nem volt a raktárba fegyver. Talán itt lesz. Nem a legjobb, de jobb, mint a semmi. Nem, már nem jött ide senki. Kell, hogy jöjjenek emberek, különben nem lesz killünk. Ha. Mire elkezdem lőni a gyereket, vagy mire bezumol a fegyverem, addigra megöl. Szóval, meg is van az első killünk, felhílelünk, és megyünk tovább helikopterre. Ott van lent. Megpróbáljuk megpusholni. Wow! Ez majdnem kiszedett. Wow! Lőjed! Tudok self-revive-olni! Mi ez a meccs? Remélem nem jön senki. Wow, gyerekek! Na, ez a Desperado, azt hiszem úgy hívják ezt a szuperképességet. Gyorsan healelünk. Heal. Gyorsan. Meg fogok halni. Hogyha a Desperadoval mentek, akkor újra lehet éleszteni. Ez a nagy minigun, az a szuper képesség. Hú, és már van 2 kill. Jók vagyunk. De ez tuti robot volt. A robotok azok nagyon overpoweredek ebben a játékban. Valaki? Okay. Na, fél óra vezetés után meg is érkeztünk a minigunos kocsinkhoz, úgyhogy mehetünk keresni ellenséget. Már van 3 killünk, ennél csak 5-ször ennyi kell. Jó, akkor csak vezessünk erre. Elütött a gyereket! Ó, szerencsétlen, nem volt elég élete. De hogy vagyunk 5 killnél? Ez hogy sikerült? Jó, de erre itt ment egy quad. Igen, ezt a gyereket mi kimegöltük. Erre ment egy quad, azt meg kéne keresni. Tudja, hogy nem ment messzire. Valamerre erre ment. Most már nem látom. Be kéne menni a körbe. Már ezt a gyereket meg kéne keresni. Tudja, hogy felment a domtetőre. Hogy jó mindent belásson. A játéknak ó, itt a gyerek! Itt van a barátunk. Nem olyan barátom, ki ez? Ajajajajajajaj. Hintinket lőnek. Ojojojojojojojoj. Oké. Okay. Ott van még fent 2 gyerek. Itt van bent a szobában egy gyerek. Vó, van még itt valaki? Hú. Ja, de jön a kör! Mi van itt? Itt kéne lennie még egy playernek. Nem látom. Itt fent van valaki, tuti? Itt van fent, de nem hallom, hogy hol van. Fent feküdne? Itt láttam előbb. Oh! Itt volt benne! Vajj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 
be. Megölnek! Kinyírtam őket! Ez rohadt jó ez a játék. Bármint, hogy nem nagyon használható, de eléggé vicces tud lenni. Viszont hírelnünk kell lassan, és a kosink is csak 70%-on van. Úgyhogy mindjárt keresek. Ó, itt van valaki.
Alig látom a gyereket a harmadik ember. A... Na mindegy, már beszélni sem tudok, mert az a lényeg, hogy már van 12 killünk. Lehet, hogy meg fogom tudni csinálni ezt a challenge-et. Viszont figyelni kell, mert itt az utolsó körben itt szeretnek az emberekkel kiszúrni. Szóval még kell találnunk... Kilutoljuk a gyereket, oké. Okay. És még nem lootoltam ki egy airdropot se? Hát akkor lehet, hogy sima alapfegyverekkel is meg lehet csinálni ezt a küldetést. Jó. Nem látok senkit. Viszont most fognak minket kiszniperolni. Figyelni kell. Itt a minigun. Oh yes. 160 történje? Ha ott van fent egy gyerek, ott van fent. Szerintem észrevett. Aha, biztos, hogy észrevett. Köszönjük szépen, nem kérünk belőled. Healelünk. Nem tudok healelni! Valaki jön be a körbe? Ajaj! Ajaj! Yes! Ne! Olyan közel volt! Három kill kellett volna! Ez... Ó, de már csak ő volt! Hát akkor nem is lehetett volna meg a challenge. Nagyon srácok, köszönjük, hogy megnéztétek ezt a 15 kill-es challenge-et. Nagyon közel voltunk. Hogyha szeretnétek még ilyen küldetéseket nézni, akkor kérlek, dobjatok egy like-ot és kommenteljetek, hogy mi legyen a következő küldetés. Sziasztok!